Nagyon kíváncsi volnék, hogyha önök arra gondolnak, hogy Erdély magyar termék, akkor mi jut eszébe? És mivel nem szeretnék itt most közvéleménykutatást tartani, akkor tippelek. Az első a pálinka nyilvánvalóan, utána azoknak, akik Erdélyben jártak, a koronditányért talán, és talán még a pültős kanács. Na most én azért vagyok nagyon hálás a kezdeményezőknek, mert hála nekik, meg tudjuk mutatni azt, hogy Erdély ennél sokkal többet jelent. Hogy Erdély a 21. században van, és vannak olyan nagyon erős Erdély magyar cégek, akik felveszik a versenyt a romániai cégekkel általában, de reméljük, hogy más európai cégekkel is. Természetes folyamat az, amit ma itt elindítunk, ha úgy tetszik, hiszen a nemzetegyesítés az azt is jelenti, hogy közösen dolgozunk azért, hogy a cégeink legyenek a határon innen vagy túl, meg tudják mutatni azt, hogy milyen kiváló minőséget és milyen kiváló értéket termelnek. És elmondanám azt, hogy számunkra a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség számára miért fontos ez az értékteremtés. Elsősorban azért, mert az a közösség, aki képes minőséget, az a közösség, aki képes értéket termelni a szülőföldjén, az a közösség erős, gyarapodik, és a következő 100 évben is meg fog maradni. Nem véletlen az, hogy elindítottuk az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában programunkat, ezért beszélek a 100 évről. Az is nagyon fontos, hogy akár ezáltal a díjáltal is, ezek a termékek, ezek a minőségi termékek, ezek az értékek meg tudnak mutatkozni Európa szerte. És nekünk nagyon fontos az, hogy meg tudjuk mutatni, hogy az erdélyi közösség, az erdélyi magyar közösség a szülőföldjén értéket termel, megmutassuk ezt Erdélyben, megmutassuk ezt Romániában, de megmutassuk szerte Európában. Azért, mert ezáltal meg tudjuk mutatni azt, hogy az erdélyi magyar közösség van. És ez az, amit nagyon sokan próbálnak tagadni nap mint nap. Tehát emiatt is nagyon szépen köszönöm a kezdeményezőknek, mert lám, ezt jelenti a nemzetpolitika gyakorlatban. Tehát innen tovább ezt nem kell ragozni. Hála ennek a díjnak, hála számtalan olyan kezdeményezésnek, ami 2010 óta létezik Magyarországon, mi erdélyi magyarok láthatóak vagyunk. És ezt nagyon szépen köszönjük. Tehát itt állunk, várjuk a feladatot, és örömmel állunk a kezdeményezés a közös munka elé. Köszönöm szépen!